Szükség volt az új eszközökre, hiszen az eddigiek elavultak, lassan működtek. Az intézmény számítógépes szervere nemrégiben teljesen leállt. Ennek következtében a vizsgálatokra váróknak még többet kellett várakozniuk. A 85 éves Koncsik József és felesége Verona rendszeresen jár ellenőrzésre. Józsi bácsi azt mondja, hogy az elmúlt időszakban előfordult, hogy nem jutottak be a megadott időpontban házi orvosuk rendelőjébe. Azt én nem tudom, hogy mi ennek az oka, csak sokat kell várni. Még ha be vagyunk jelentkezve, még akkor is nem bírunk arra az időre, sorba. Minden adatot a számítógépes rendszerbe visznek be, tehát vezetik az önök betegségének a történetét, hogy mondjuk így. Volt olyan eset, Józsi bácsi, hogy netán a számítógép nem működött, és amiatt kellett többet várakozni? Volt olyan, volt. Ez mikor történt? Nemrég. Mennyit kellett várakozni emiatt? Másfél óra hosszát, az idén volt. Veronka néni, ön mit tapasztalt, hiszen kinyomtatják a vényeket is, van elegendő nyomtató a Törökbecsei Egészségházban? Úgy látszik, hogy van elegendő, csak nagyon lassan megy, sokat kell várni rá, és nem nagyon vagyok meg elégedve, muszáj így lögyön, ahogy van. Az általános orvoshoz jár rendszerességgel, vagy megy a laboratóriumba is? Hát rendszerességgel járok az általános orvoson, sokat kell várni, amennyire, hogy én nem bírok járni, mert a szívem beteg, és a férjem gyűn előttem kiíratni az orvosságot, meg ilyen hasonlókat, és elég sokat kell, hogy várjon. Józsi bácsi több éve jár a helyi egészségházba. Mi a tapasztalata, hogy volt ez idáig elegendő felszereltség az intézményben? Már számítógépekre gondolok, mutatókra. Eddig nem volt, de most normálisan azt hiszem, hogy van ez a felszerelés. Arról hallott, hogy a helyi közösség jóvoltából az intézmény új eszközökkel gazdagodott? Hallottam. Jó, hát avval azt hiszem, hogy mindenki meg lett elégedve, az nem csak egynek szól, hanem többnek a részére. Az a segítség. Most új felszerelés jött. Az mind anyjuknak jó. Nem csak egyeseknek, hanem az egész lakósnak itt Törökbecsén. Mindannyian örülnek az új eszközöknek a Törökbecsei Egészségházban. Ilia Valéria 17 éve az intézmény könyvelőjeként dolgozik. Azt mondja, hogy a legnagyobb gondot a számítógépes hálózati rendszer elavult szervere jelentette. A szervergép az hát max. 5 évig dolgozik, ez nálunk meg már 7 éve dolgozott, és hát leállt, így leállt a tudománya, hogy mondják, mert az egész községet ez látja el, az összes számítógépeket, úgyhogy a község területén az ambulantok nem tudtak hozzájutni az információkhoz, vagyis nem tudták a betegeknek előírni a recepteket, vényeket, és a betegség történeteit nem tudták meglátni. Hát igaz, hogy egy óra vagy két óra hosszát állt ez az egész, de ez a számítógépes életben nagyon nagy idő és nagyon nagy kizökkenés. Ez azt jelenti, hogy a Törökbecse községhez tartozó településekről is, Bocsáról, Kumáról és Beodráról is megnézhetik az orvosok, a szakemberek a betegek adatait. Persze, be vagyunk hálózva, úgyhogy megnézhetjük itt is a bocsári betegnek a terápiáját, ahogy mondják, meg a kumánét is, meg a beodrait. Úgy szintén ők a mi betegeinkét. A helyi közösség jóvoltából új szerverrel gazdagodott a helyi egészségház, az intézmény. Ugyanakkor számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat is kaptak, és légkondicionáló gépeket. Mennyire volt hiány ezekből a berendezésekből? Milyen gondokat okozott ez az elmúlt időszakban? Annyira, hogy már régi minden számítógép, minden nyomtató, minden ezeket, amit kaptunk, ez nagyon, nagyon jó jött. A számítógépek is, meg többi gépezet, ami segítségül jött, mert minden már elévült, minden már elöregedett. Modernebb felszerelést kaptunk, és hát biztos, hogy gyorsabb lesz a munka. Az anyagi gondokkal küszködő egészségháznak már tavaly is segítettünk, jegyezte meg Milenko Gárcsev, Törökbecse helyi közösségének elnöke. Hozzáfűzte, a jövőben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy támogassák az intézményt, hiszen a legfontosabb felelősség
feladat a betegek hatékony ellátásának biztosítása. Kupljeno je dva računara, kupljeno je tri monitora, tri štampača, dve klime, aspirátor. A helyi közösség két számítógépet, három monitort, ugyanannyi nyomtatót, két légkondicionálót, egy pára elszívót is biztosított. A legszükségesebb azonban a számítógépes szervergép volt, hiszen az, mint tudjuk, 7 éves, elöregedett, melynek következtében igaz csak egyszer, de fennakadás történt. Nem szeretnénk, hogy mindez megismétlődjön, hiszen a helyiek egészségéről van szó. A támogatást megelőzően az új eszközök szükségességéről az intézmény igazgatójával tárgyaltunk, aki elmondta, hogy mi hiányzik. Fontosnak tartjuk, hogy segítsük az egészségházat, hiszen mindez több esetben életbevágó jelentőségű. A törökbecsei helyi közösség az új eszközökre 500 000 dinárt költött, amely a helyi járulékból gyűlt össze.